Hogyan tudod megvalósítani az öltözködésedben az összhangot? Három olyan tippet hoztam neked, amivel ezt könnyedén meg tudod valósítani. Az első tipp az az, hogy legyenek a színek harmóniában. A ruhadarabok egymással is, illetve hozzád is passzoljanak azok a színek. Ha már tudod a színtípusodat, akkor könnyű helyzetben vagy, hiszen nagy valószínűséggel a szekrényed tele van olyan ruhával, amik számodra tökéletesek. Második tipp az az, hogy ne csak a színekre figyelj oda, hanem a stílusra is. Felveszel egy habos-babos gyönyörűséges blúzt rövid farmernadrággal és tornacipővel, akkor itt bizony nem lesz meg az összhang. Tehát a stílusra is érdemes odafigyelni. Elhiszem, hogy a mai világban azt mondják, hogy gyakorlatilag mindent mindennel felvehetsz, nem számít. Viszont ha szeretnél egy sikeres megjelenést, akkor bizony igenis számítanak ezek a dolgok. Hiszen gondolj bele, mit üzensz így a külvilág felé? Madarász Vica színstílus és minktanácsadó vagyok, és ezért papolok neked erről, hogy segítsek abban, hogy még tökéletesebb legyen a megjelenésed. A harmadik tippem pedig az, hogy ne csak a stílusra és a színekre figyelj, hanem a kiegészítőkre is. Azok is összhangban, harmóniában legyenek az előzőekkel. Fontos, hogy milyen a nyaklánc, a fülbevaló, a karkötő, a gyűrű, az óra, az öv, a táska, a cipő. Télen még a sál és a sapka is beleszámít ebbe. Ha megteremted ezt az összhangot, akkor rád fogják mondani azt, hogy ez a csajszi rendben van. Elhiszem, hogy nem egyszerű ezt megvalósítani, és az első lépések nehezek. Viszont ezért vagyok én és a szolgáltatásaim, hogy segítsek neked ebben. Ha tetszett a videó és szeretnél még többet látni, akkor iratkozz fel a csatornámra, hát vagy itt találod meg a kis csengettyűt, és hogyha ezt be is jelölöd, akkor mindenképpen értesítést fogsz kapni a friss videóimról. Addig is, amíg legközelebb találkozunk, színes napokat neked! Szia!